Városunkban járt a központi bizottság titkára. Ha népház, akkor konferencia. Szennyvízözön, válaszol a komét. Legyen mindig első, az első segélynyújtás. Őszi-téli divat a generálnál. Csak alsó korhatár van, táncol az egészségért. Gál István kollégium, hogyan tovább? Városáról beszél a díszpolgár. Perestroika írószemmel, kameránk előtt Viktor Rozov. Újra a képernyőn, de csak 6 percig. Női kézilabda, ki a felelős a kiesésért? Foci, a vasárnapi vendég a Vác volt. És végül sváb ízek, álleni képek. Mai műsorunk körülbelül 1 órájának rövid tartalomjegyzékét látták. Jó estét kívánok! Remélem kellemesen telt a hétvégéjük és a mai napjuk. Köszöntöm Demeter nevű nézőinket, akik ma ünneplik névnapjukat. Kezdjük mai adásunkat 2 rövid tudósítással. Erre a 2 eseményre az elmúlt héten került sor. Szerdán megyénk vendége volt Pál Lénárd. A központi bizottság titkárát Antalóczi Albert, a KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára fogadta. A vendég tájékoztatót hallgatott meg megyénk életéről, majd városi intézményekbe látogatott el. A megyei kórházban Mérten Lajos, a városi pártbizottság első titkára és a kórházvezetői fogadták Pál Lénárdot és kíséretét. A vendégeknek dr. Kovács Antal főorvos beszélt az intézményről, az egészségügyi dolgozók munkájáról. A kórház látogatás után a Kenstok teremben Salló István fafaragó művész kalauzolta végig Pál Lénárdot kiállításán. A csodálatos faragásokat nagy érdeklődéssel nézték végig a vendégek. A következő állomás Bánhidán a TIT stúdió volt, ahol a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei és városi vezetője beszélt a stúdióban folyó tevékenységről, majd a vendégek egy számítógépes foglalkozást tekintettek meg. A tatabányai program a népházban fejeződött be, ahol a központi bizottság titkára a biotechnológiai kiállítást nézte végig. A népházban a Gépipari Tudományos Egyesület rendezett tanácskozást. A Gépipari Tudományos Egyesület tatabányai szervezete szemináriumot rendezett október 22-én a népházban. Ez a tudományos tanácskozás már a 4. a korszerű gépalkatrész gyártás és felújítás témájában. A rendezvényről Homolya György, a Gépipari Tudományos Egyesület tatabányai szervezetének titkára beszél. A műszaki hónap keretében Tatabányán robotizáció, környezetvédelem és főleg háttéripari témák kerültek megtárgyalásra ebbe a hónapba. Ennek egyik záró eseményeként a GTL Tatabányai Szervezete megszervezte a 4. korszerű gépalkatrész gyártás és felújítási szemináriumot. Itt cél az, hogy olyan technológiákkal és olyan gépi eszközökkel ismerkedjenek meg a kollégák, amelyek a háttériparon belül az alkatrészgyártás és felújítás területén segítik a munkájukat. Elhangzanak olyan elméleti jellegű előadások, ahol a tervezéssel és a gyártmány szervezéssel kapcsolatban kapnak információt, elhangzanak konkrét gyakorlati témákat ismertető előadások, ahol valamelyik vállalat a már bevezetett technológiákat ismerteti, és nem utolsó sorban 5 cég bemutatja termékeit, 3 hazai, illetve 2 külföldi cég. Itt hegesztési technológiák, kisgépek, akkor olyan olajszűrő berendezés kerül bemutatásra, amely az országban még újszerűnek hat, és bízunk abban, hogy a jelenlévők hasznos tapasztalatokkal és új ismeretekkel fognak hazatérni Tatabányáról. Dr. Henkei István megnyitó szavai után elhangzott többek között dr. Mátai László előadása, az Egyesület háttéripari tevékenység fejlesztésében betöltött szerepéről és lehetőségéről, valamint dr. Bitó János előadása a felújítási folyamatok fejlesztési irányairól, a robotok alkalmazásáról. Elmúlt adásunkban elég hosszasan foglalkoztunk a Gál lakótelep 218-as ház problémáival, jobban a lakók problémáival, ahol a lépcsőházat és az alaksori helységeket elöntötte a szennyvíz. Akkor a lakókat hallották, most válaszol a Komét illetékese, Dezső Ferenc, a szerelőipari főüzem vezetője. Van a szakember, miért? Hát ez az a dominózus tisztító spirál, amely az elmúlt heti adásban úgy szerepelt, hogy tisztítás közben beszakadt. A feltárás során sikerült visszanyerni, és a nyomok,
amelyeket magával hozott, szemléletesen bizonyítják, hogy tulajdonképpen dugulás mitől jött létre, mi okozta. A feltárás egyértelműen bebizonyította, ha a helyszínt megvizsgáljuk, hogy kivitelezési hiba nincs, tehát a Comépet a dugulásokért felelősség nem terheli. Hanem ki a felelős? Hát itt vissza tudok utalni arra, ami az adásban is tulajdonképpen elhangzott, hogy ennek a csatorna rendszernek van egy üzemszerű használata. Ez pedig nem teszi lehetővé, hogy akár felmosórongyot, akár ételmaradékot, akár háztartási szemedet, vagy netalán vattát, ez a csatorna szakasz elvigyen, mert ennek idővel, 2 hét múlva, 3 hét múlva folyamatosan ez a következménye. A kisiparos végzi most ezt a munkát, ő nincs itt. Mégis mit tudna mondani, mikor lesz készen ez? Nem tudom. A itteni házfelügyelői információ szerint anyagokért és egyéb dolgokért jár a kisiparos. Bővebb információm nincs, én a kisiparossal személyesen nem is találkoztam. Ön szerint legközelebb mikor fog előfordulni ilyen dugulás? Attól függ, hogy a tisztelt tulajdonostársak mennyire próbálják betartani az előbb általam elmondott üzemeltetési utasítást. Nem érné meg a Comépnek ilyen hibaelhárító részleget létrehozni? Sajnos a Comép az egy építővállalat. Hibaelhárító részleg a városon belül több is van, gyors hibaelhárító szolgálat, úgyhogy ezekkel konkurálni nem óhajtunk. Más a mi vállalatunk szerepe és feladata, mint az, hogy hibaelhárítással foglalkoz. Szinte naponta hallunk, olvasunk közúti tragédiákról. A közlekedés különösen veszélyes üzem, gyakran perceken múlik az életünk. És persze attól, hogy a mentők milyen gyorsan érnek oda. Tehát első segély a közutakon. Mit csinálhatnak a laikusok a baleset helyszínén? Ha valaki saját gépkocsival, saját járművel baleseti helyszínre érkezik, az első teendő az legyen, hogy álljon meg, mivel emberbaráti segítséget tud nyújtani így. Ez egy emberi dolog, hogy segíteni a bajba jutottakon. Lehetőség szerint az a kérésünk, ne közvetlenül a baleset helyszínénél, kicsit arrébb, mert lehet, hogy mentő, rendőr, tűzoltókocsira lesz szükség, ami ő miatt nem tud odaérkezni. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Ez idő alatt próbálja meg felmérni a baleseti helyszínt, természetesen laikus szinten, hogy milyen baleset történt, tehát személyisérüléssel járt vagy sem. Sok eset van, amikor csak gépkocsisérüléssel, valamikor személyisérüléssel is járnak a balesetek, még az esetek nagy részében ez a jellemző. Ha több sérült van, több kocsi karambolzott például, sorozatos ütközések történtek, akkor az lenne a kérése a mentőszolgálatnak, hogy amennyire lehet próbálják meg úgy szám szerint nagyjából körülbelül behatározva a sérültek, a váratos sérültek számát megszámolni, és ezt majd a későbbiekben a mentőknek jelentő, hogy tudjuk, hogy milyen erővel kell kivonulnunk, mert különbség van egy tömeges balesetnél a kocsik mozgatása között, illetve egy-két könnyű sérülte járó esetben. A legalapvetőbb dolgok, amire gondolunk, például vérzéscsillapítást, vagy egy eszméletlen egyénnél egy oldalt fekvő helyzetbe fordítja, ami egy életmentő beavatkozás tud lenni. A mentők értesítése és a sérültek vérzéscsillapítása mellett még milyen fontos teendő van a helyszínen? Gondolok arra, hogy köd van és további balesetveszély egy álló gépkocsi. Igen, hát ez is az elsőként odaérkező gépjárművezetőknek a feladatába tartozik, ezzel a Kreszt is foglalkozik. Ugye a helyszínt kell biztosítani közlekedés biztonsági szempontból. Annyit értünk alatta, hogy az elakadásjelző háromszöget a balesettől hát körülbelül egy 30-50 méterre mindig a terep adottsághoz alkalmazkodva kell kihelyezni, és a másik oldalon pedig, ha megáll a gépkocsijával, bekapcsolja a vészvillogót, az elakadásjelzőt, ez már figyelmezteti az arra haladó gépjárművezetőket, hogy vigyázzanak, veszélyes helyhez közelednek. A cél ezzel, hogy egyszer egy egyszeri balesetből ne csináljunk tömeges balesetet. Például erre az időnként előforduló köd, amit láthatunk tévébe, sajtóba olvashatjuk, tehát hogy tömeges baleset, 40-50-80 kocsi koccant, ilyen eseteket lehetne esetleg elkerülni vele. A másik pedig nagyon fontos, hogy maga az elsősegély nyújtó, aki a helyszínen ténykedik, ő sincs biztonságban, tehát a saját biztonságunkat is védjük ezzel, hogyha a helyszínt ilyen módon próbáljuk biztosítani. Hogyan állapíthatja meg egy laikus, hogy ki a legsúlyosabb sérült, tehát kihez menjen először?
Igen, most a súlyosság az nem azt jelenti, hogy a leghangosabb sérült a legsúlyosabb. Pont az ellenkezője az igaz általában. A legsúlyosabb állapotban azok a sérültek vannak, akinek valamelyik életfontos működése hiányzik, légzése, keringése hiányzik, tehát ha nem tapasztalunk légzést, vagy eszméletlen állapotban lévő sérült. Az eszméletlenség önmagában mindig egy életveszélyes állapotot jelent. Ezen kívül természetesen a súlyos, többszörös törést szenvedett sérültek, nagy lágyrész sérüléssel lévő betegek, tehát akik ilyen sérülést szenvedtek el. Ezen kívül van egy olyan csoport, amit úgy nevezünk, hogy egy kivérzéses állapotban lévő betegek, akik a nagy vérveszteség miatt már olyan mennyiségű, extrém mennyiségű vért veszítettek, ami egy akut életveszélyes, tehát egy heveny életveszélyes állapotot idéz elő. Őnekik a jellegzetes kinézetük falfehér, sápat, arcbőr, hideg verítékkel borított, ami inkább tapintáskor ilyen kellemetlen hideg, nyírkos érzést kelt a vizsgálóba. Általában eszméletüknél vannak, de egy teljesen közömbös egyének tűnnek, és éppen ezért, főleg egy nagyszámú sérültnél, nagy a veszély annak, hogy az ilyen sérülteket nem veszik észre, átsiklanak felettük, és ez a legnagyobb gond, mert ők nekik kellene valószínűleg a legelsőként beavatkozni, hogy megmentsük, mert nekik még a helyszínen minden bizony a reális esély van a túlélésre. Segítsége az, ha valaki elviszi a saját gépkocsiján a sérültet valahová? Ezt mindig kérni szoktuk, hogy ne tegyék. Ne tegyék, mert egy laikus soha nem tudja megállapítani, úgy, mint egy szakember, hogy ki is az, aki egy abszolút életveszélyben van. És lehetséges, hogy egy teljesen jó állapotban lévő egyén van. Mondok egy példát. Valaki a baleset következtében egy hasi sérülést szenvedett el, egy máj, egy léprepedés van, ami egy igen nagy fokú vérzéssel jár, egy életveszélyes állapot. Lehet, hogy a sérülés helyszínén még teljesen jó állapotban van. Beteszik a személykocsiba, és útközben egy olyan állapot rosszabbodás lép fel, amin megfelelő szintű, ez alatt értem egy orvosi szintű beavatkozás nélkül, meghal, mire a kórházba érnek. És nagyon sok példa van sajnos erre, hogy a súlyos sérülteket elviszik. Tehát ha bárki a kocsijával közúti balesethez érkezik, és megpróbálják ráveszni, hogy vigyel, gyorsan vigyel, ne vigyel, a mentők értesítve vannak, a mentők ki fognak helyszínre érkezni, és szakszerűen ellátják, illetve elszállítják. Láttam már olyan elsősegélynyújtót, aki rögtön nekiesett a sérültnek, és elkezdte a szívét masszírozni. Szabad-e ilyet csinálni, vagy nagyobb bajt is okozhat? Pontosan nagyobb bajt okozhat. Ugyanis a mellkas kompressziót, tehát a szívnek a mesterséges megindítását csak az végezheti, aki ezt megfelelően elsajátította, vizsgát tett belőle, akár egészségügyi iskolát végzett, vagy a Vöröskereszt bizonyos fokú, középfokú, vagy magasabb fokú tanfolyamán sikeres vizsgát tett, csak nekik szabad, mert ha valakinek így, ahogy az önkifejezését ismételve neki esnek, sokkal súlyosabb problémát tudnak előkozni. Magyarul, ha nem tudják megállapítani, hogy a szívműködés megszűnt vagy sem, egy épp szívműködés mellett végzik a külső szívkompressziót, abban az esetben a szívet sajnos meg tudják állítani. Tehát meg lehet valakit ölni ezzel. A közművelődés házában egy héttel ezelőtt divatbemutatót rendezett a generál kereskedelmi vállalat. Most tehát őszi és téli modellek következnek. Különösen hölgynézőink figyelmébe ajánlom a következő képeket. Pain.
Kakuk Tamás a közművelődés házában egy rendkívül érdekes kezdeményezés után nyomozott. Földházi Péter, tánctanár és Tompos Csabáni a beszélgető partnerem. Egy érdekes kezdeményezésről van szó, amelynek azért nem volt akkora sikere, mint ahogy gondolná az ember. Pedig arról van szó, hogy egy tánc tanfolyam indulna a közművelődés házába 40 éven felülieknek. Mivel tudná meggyőzni a tétovázókat, akik esetleg még nem hallottak róla, vagy hallottak, de nem érdekli őket a dolog? Én úgy hiszem, hogy különösebben nem kell meggyőzni, mert tulajdonképpen ez egy eléggé összetett és egy olyan lehetőség a 40 éven felülieknek, amit úgy hiszem, hogy régen várnak. Az egyik azt, aki szeretne táncolni, az kapva kap az alkalmon, én úgy érzem, hogy... Nincs Magyarországon lehetőség erre? Nagyon minimális. Szóval a kulturált körülmények között, de még talán még, ha leveszem a kulturált körülményeket, még akkor sem. Szóval az, hogy szalon zenére, úgynevezett társasági zenére, elmenjenek és szórakozzanak, megfelelően nincsen. Tulajdonképpen nem csak szórakozik az illető, tehát nem az, hogy elmegyek, befizettem a belépődíjat, és akkor uram bocsát, lötyögök a kedvem szerint, hanem itt egyszer az irányításommal egy olyan munka folyna, ahol tanulnának, egyszer a mozgást tanulnák, és bizonyos fokú úgynevezett koreográfiákat tanulnák meg, amit saját élvezetükre például elő tudnának adni, gyakorolni tudnának. Az sem megvetendő, hogyha valaki egy bizonyos idő után eljut oda, hogy egy-másfél órát végig táncoljon, az felér esetlegesen egy aerobikkal. Végig jártam a lehető összes tanfolyamot, ami kondicionál, ami erősíti a szívet, erősíti a lelket, testet, és nem volt éppen sikeres, mert hamarosan kiderült, hogy nem tudom végigcsinálni, nem bírja a szervezetem, és ezért szeretnék egy olyant választani, amit el tudok végezni, és erősít engem. Nos, itt a lehetőség, ott a kamera, ha belenéz és belebeszél, akkor meg tudja kérni azokat, akik esetleg érdeklődők, hogy vegyenek részt a tanfolyamon. Tessék! Hát, talán annyit mondanék, hogy mindenkit sok szeretettel várunk, aki szeretne megtanulni táncolni, aki tud táncolni, és szeretné ezt a tudását akár fejleszteni, vagy szinten tartani, és természetesen azokat is, akik tulajdonképpen szeretnének egy picit fogyni, egy kicsit erősödni, és ne talántán a szervezetüket karban tartani, mert ez hozzátartozik a bizonyos orvosi segédlet is, ahogy megvan beszélve, hogy rendszeres orvosi felügyelet volna, tehát volna egy képe az illetőnek, aki eljön hozzám, hogy milyen a szervezete, a szíve, vagy a vérkeringése például. Ugye, ha valaki 39 éves, azért nem küldjük el. Nem küldjük el természetesen, sőt, mi több távlatban úgy képzeljük el, hogy ezt a korhatárt lejjebb vinni majdan, hogy minél szélesebb körnek tulajdonképpen egy megfelelő formátumot találjuk. A tánctanfolyamra egyébként november 1-től 15-ig lehet jelentkezni a közművelődés házába. Még egy program onnan, holnap 27-én este 19 órakor a Benkó Dixielandben koncertjére kerül sor. Tehát nem kettő, csak egy előadás lesz, az előadás kezdete 19 óra. 4 éve alakult meg városunkban a Gál István Kollégium, a Kossuth-díjas író nevét viselő kulturális egyesület elnökével, Pintér Péterrel Samu Tamás beszélgetett. Már néhány hónappal ezelőtt azt hittem, hogy a Gál István Kollégium Kulturális Egyesület megszűnt. Mert nem hallottam felőle semmit. Aztán egyszer csak kezembe került egy papír, az volt rajta, hogy minden hétfőn este a munkásotthonban gyülekeznek a Gál István Kollégium, az Egyesület tagjai, és itt különféle programokat szerveznek a maguk részére. Szóval ezek szerint nem szüntetek meg. Nem tudom, miből gondolta Tamás, hogy Gál István Kollégium megszűnt volna. Nyári időszak volt, általában uborka szezon ideje, üdülések, nyaralások kora volt. Nyáron nem is szoktatok találkozni? Az évet általában május végén zárjuk, szeptembertől indítunk. Új koncepciókkal, tervekkel.
maga az egyesület a városban nem túl ismert. Úgyhogy ha mondanám valamit a kezdetekről, arról az időszakról, amikor még a nagy viták mentek arról, hogy milyen irányban induljon el az egyesület, hogy a művészetek felé, a művészetek pártolása irányában-e, vagy pedig az egyéb fiatal értelmiségi szakmában dolgozók összefogása irányába-e. Megpróbálok visszaemlékezni 1983-as évre, kezdő évünkre. Ekkor alakítottuk a Gál István kollégiumot. Egy picit már a jelzőrendszer is bonyolultá teszi működési területét, hiszen fiatal értelmiségi, kulturális egyesületként indultunk. Eredeti szándékaink szerint olyan egyesületet kívántunk létrehozni, amely a városban élő fiatal alkotó értelmiségieket tömöríti magában. Az alkotó alatt most nem csak művészeket értesz, ugye? Természetesen, kezdeti lépésekkor is megpróbáltuk széles értelemben felfogni ezt a gondolatkört, hiszen számunkra minden tevékenység, amely valami újat kíván létrehozni saját területén alkotónak minősül. Így fordulhat elő az, hogy egyesületünk tagjai között találunk szakmunkásokat is, kertészt például. Tehát nem csak az értelmiség úgynevezett elit rétegei, orvosok, pedagógusok, jogászok, közgazdászok. Tehát az alkotó munka az a kulcs szó. Alkotó munka az, amire mi építettük terveinket. Kezdetben elég sokan érdeklődtek az egyesület iránt. Az alakuló gyűlésen is, nem tudom szám szerint hányan lehettünk ott, de elég sokan. Amikor azok a nagy viták voltak. Az egyesület megalakulását elég hosszas előkészítés előzte meg. Ennek oka egyrészt az egyesületi törvény adta lehetőségek miatt alakult így, hiszen ez a törvény előírja, hogy az egyesület alakítását, annak szervezését már jó előre be kell jelenteni városi tanács igazgatási osztályán, rendőrkapitányságon. Ezt követően egy hónap szervezési munkát rendelkezésünkre, ekkor tűzhettük napirendre az egyesület alakuló közgyűlését. Ez az alakuló közgyűlés 1983. május 23-án volt. Ezt a dátumot azért is mondom, hiszen ezzel is jelezni szeretném, hogy ezt követően mintegy három hónapra volt még ahhoz szükség, hogy egyesületünket a városi tanács hivatalosan is felvegye az egyesületek sorába. Azóta is eltelt már újabb 4 év. Hogyan telt el? Milyen működési területeken dolgoztatok, milyen feladatokat végeztetek el? Egy folytonos mozgásról, változásról számolhatnék be, ebbe természetesen hullámhegyek, hullámvölgyek is beletartoznak. Eredeti szándékunk, hogy minél több értelmiségi fiatalt kapcsoljunk tevékenységünkhöz, későbbiekben egy kicsit módosult. Ennek a lényege az volt, hogy miután felfedeztük, hogy a hozzánk társuló fiatalok egyre nagyobb igény van egyfajta valódi közösség létrehozására. Egy valódi közösség viszont nem működhet nagy létszámmal. Ezzel viszont nem szeretném azt mondani, hogy egyesületünk nem nyitott. Továbbiakban is folytonosan várjuk rendezvényeinken. Most hányan vagytok így hétfőnként a munkásotthonban? Épp a napokban számoltam össze jelenlegi létszámunkat. Még mindig 2 tagságról tudok beszámolni. Van egy 32 fős GIK tagság. Őket neveztetem nyugodtan GIK tagoknak, hiszen ők is GIK tagoknak vallják magukat. Ezen kívül még körülbelül egy 50 fős értelmiségi társadal, úgynevezett szimpatizánssal van kapcsolatunk, akik évi 1-2 alkalommal megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Ez azonban még mindig nem azt jelenti, hogy ennyien vagyunk, 32-en vagy 80-an egy-egy rendezvényen, hiszen közülünk nagyon sokan látnak el más területen is közéleti tevékenységeket. A jellemzőbb inkább a 10-es szám, 10-15 fő, akik hétfői napokon találkozunk. Szóval a számításaitok beváltak? Végül is erre számítottatok, amikor megalakult a GIK? Ez nagyon nehéz kérdés, mire számíthattunk. Én úgy érzem, a legfőbb eredmény, amiről most beszámolhatok, az, hogy ez a szűkebb társaság fontosnak érzi ezeket a találkozókat. Egyfajta igazi segítséget lát egymással való találkozásokban is. Szóval egész konkrétan hadd kérdezzem meg, hogy a város értelmiségi fiataljait sikerült-e szerveznie ennek az egyesületnek? Egyáltalán milyen szerepet tölt be ebben a rétegben?
milyen hatást? A város egész értelmiségét természetesen nem sikerült, erre eredeti fiatal értelmiségieket sem, eredeti vállalkozásunk sem volt, hiszen városban van több más hasonló társulás, társaság, kör, baráti kör, amelyek hasonló feladatokat, funkciókat vállalnak fel. Mi csak egy vagyunk a sok közül. Mi az, amit mi szeretnénk? Gárdai Mihály jut eszembe, akit mint egy fél évvel ezelőtt egy országos fórumon hallottam. Tőle megkérdezték, hogy miért van az, hogy a Budapesti Városépítő Egyesületben igazából nincs jelen a város reprezentatív képviselete. Gárdai Mihály válasza erre az volt, hogy az egyesület céljai érthetőek, világosak, megfelelő propaganda munkával igyekszünk ezt mind szélesebb körbe terjeszteni. Mi várjuk mindazokat, akik e tevékenység, e feladat közszellemében együtt kívánnak gondolkodni velünk. Mi is így gondoljuk egyrésztről a jövőt. Másik, a munkásotthonnal való társulás egy lehetőséget ad számunkra, hiszen szűkös anyagi kereteinket nagyon jól egészítik ki az ő sorozataik. Itt gondolok elsősorban a most beindult Széchenyi Reformklubra, ahol olyan reprezentánsok, mint Ág Attila, Bogár László, Pecsnik Mária lesznek vendégek. A ház egy másik sorozata is eszembe jut, amelyet Mezei András vezet, nemrégiben Hegedűs András volt vendége, ezt követően Birman Erzsébet. Tehát az egyesület célkitűzései, gondolkodása is egybevág azokkal a sorozatokkal, amilyen lehetőségeket a házban is megtalálunk. Egyfajta közéleti gondolkodás, egyfajta kiútkeresés, egyfajta cselekvés elindítása. Mi cserébe, hogy a háztól lehetőséget kapunk ezen rendezvényeken való részvételre, felajánlottuk szolgáltatásainkat, hiszen soraink közt, mint már említettem, pedagógusok, pszichológusok, jogászok is vannak. Egy tanácsadási rendszert szeretnénk elindítani, ez azokon a napokon, a hétfői napokon realizálódna, amikor mi egyébként is itt vagyunk, tehát egyfajta pszichológiai tanácsadásra, egy jogi tanácsadásra, amire napjainkban egyre inkább szükség van, illetve pedagógiai segítségnyújtásra, tanácsadásra gondolunk. Ehhez a megfelelő propaganda előkészítése után remélem a következő hónaptól hozzá is láthatunk. Október 10-én volt az ünnepi tanácsülés a közművelődés házába, ahol díszpolgári címeket is adományoztak. Mi most az egyik díszpolgárral, Herceg Lászlóval, az OTP megyei igazgatójával beszélgettünk. Hogyan lesz valakiből egy város díszpolgára? Minden bizonnyal sokféle szempontot mérlegelnek az illetékesek, amikor egy ilyen döntést hoznak. Én feltételezem, hogy talán azért is esett rám a választás, miután magam is, a családom is nagyon régi tatabányai. És a feleségem is tulajdonképpen ugyanígy régi tatabányainak számít. Azt hiszem, hogy azt nyugodtan mondhatom, hogy a feleségemmel együtt mi mind a ketten ízig-vérig tatabányaiak vagyunk. És nyilván ez én bennem is olyan érzelmi kötődést ad a városhoz,
ami talán többet is kíván, hogy az ember tegyen a városért, hogy megszerettesse másokkal is Tatabánya várost, elismertesse azokat az értékeket és eredményeket, amelyek itt Tatabányán születtek. És különösen mi, akik nagyon régi tatabányaiak vagyunk, tudjuk értékelni, összehasonlítani azt a nagy fejlődést, ami az elmúlt 40 esztendőben itt a városban végbe ment. És hát ezért is a család is nagyon örült ennek a kitüntetésnek, igazán az egész család megtiszteltetésnek vette, hogy egy ilyen szép kitüntetésben volt része. Nagyon sok társadalmi szervezetnek voltam és vagyok még ma is a tagja, és lényegében ezeken a fórumokon is azért mindig az vezérelt engem, hogy hát a városért, Tatabányáért, amit csak lehet, megtegyen az ember. Szakszereti bizalmiként kezdtem annak idején, aztán 20 évig voltam a szakszereti megyei tanácsnak a tagja, 15 évig az a fiasan itt városi bizottságának a tagja, vagy elnöke is, és most a Hazafias Néppárt megyei bizottságának vagyok az elnöke, 14 év óta a Komárom megyei tanács végrehajtó bizottságának a tagja, és a legfrissebb megtiszteltetés az, hogy alakult a városban, illetve a megyei szintű hatáskörrel a Rákellenes Egyesület, és hát annak a vezetőségi tagjai sorába is beválasztottak. Sokféle funkción volt, és ismétlem, ezeket is többek között arra igyekeztem kihasználni, hogy Tatabánya város megyeszékhely jellegének az erősítését szorgalmazzam, és egyáltalán a város értékeinek az elismertetését propagáljon a város lakói között. Hogy lehet ezt idővel bírni, mert hát itt is nyilván a hivatalban nagyon sok munkája van. Igen. Hát ebben azért a család is sokat segít. A feleségem azért nagy lehetőségeket biztosít, hogy én ezeknek a társadalmi tevékenységeknek hát lelkiismeretesen eleget tudjak tenni. Te munkájaid tulajdonképpen, mert általában egy megyei igazgatót úgy szoktak jellemezni, hogy csak papírokat kell aláírni neki. Tehát itt komolyabb döntéseket kell hozni, lehet hozni? És esetleg lehet a város javára is hozni ilyen döntéseket? Feltétlenül. Feltétlenül, ha csak azt a körülményt veszem alapul, hogy az Országos Takarékpénztár megyei igazgatósága vezeti Tatabánya város tanácsának a legkülönbözőbb pénzforgalmi számlái. A városban működő megyei és városi intézményeknek, tanácsi intézményeknek, kórházaknak, iskoláknak a számláit. Hát az itt megjelenő forgalom, pénzügyi nehézségek, ezek többször is hoztak olyan helyzetbe, hogy mérlegelnem kellett azt is, hogy ha itt valamilyen lehetőséget tudok találni, akkor ezt a város érdekében is kell, hogy megtaláljam. De igaza van, hogy itt csak papírokat kell aláírni, de hát azoknak a papíroknak azért eléggé komoly súlyuk van. Hiszen ha csak a lakosság pénzügyi szolgáltatásai igényeit vesszük figyelembe, manapság nem ritka ott sem a félmilliós nagyságrendű hitel engedélyezés, azoknak a legkülönbözőbb problémáknak a rendezése, amely a családoknál a pénzügyi helyzetük javítása érdekében szükségképpen előáll, ezeknek a problémáknak a megoldása is tulajdonképpen a tatabányai embereket segíti, a városlakóinak a közérzetét javíthatja.
Hát ugyanígy a nem jó munka az ő közérzetüket ronthatja. Hát ezért kell itt ezen a poszton is nagyon nagy odafigyeléssel, és megmondom nyíltan, hogy egy kis érzelmi motiválással nézni ezeket a szakmai problémákat, amelyek itt a munka során ebben a beosztásban felvetődhetnek. Hogy tapasztalja, milyen a tatabányai ember? A városlakó. A tatabányai ember ugyanolyan ember, mint más. Talán annyi kis különbség van, hogy addig, amíg a régi hagyományos városoknál a polgári fejlődés szakaszán mentek át ezek a városok, és kialakult egy kicsit a városiasabb, az urbánosabb emberforma, emberi magatartás, ez Tatabányán így nem volt érzékelhető. Talán most jött el az az idő, hogy egy kicsit egységesebb a város, kommunális létesítményekben is, szerkezetében is. Egy kicsit megüllepszik most már a bejövő lakosság is. Ezért talán most megvan a lehetősége annak, hogy egy kicsit urbánosabb gondolkodásmód alakulhasson ki a tatabányai emberekben is. Ezt hogyan segítheti ön, egy díszpolgár? Talán úgy, hogy az emberekben általában van egy olyan érzés, hogy ők tenni akarnak a szűkebb pátriáért, a falujukért, a városukért, és ezt tapasztalhatjuk mi nagyon erősen Tatabányán is. Hiszen azok az akciók, társadalmi akciók, amelyeket a Hazafias Népfront, a Városi Tanács szervez és szorgalmaz, nagyon komoly eredményeket produkáltak az elmúlt évben is. Önmagában ezek az akciók is erősítették a lokál patriotizmus érzését. Most én a magam szerény lehetőségeivel természetesen nem tudok ezekben a fizikai társadalmi munkában részt venni, ellenben az ember a magatartásával, annak kimutatásával, hogy mennyire értékeli a városnak a helyzetét, az értékeit, rá tud mutatni a város lakói előtt is, a különböző fórumokon keresztül, hogy milyen értékei vannak ennek a városnak. Tehát én inkább az ilyen inspiráló szereppel tudok valamit tenni azért, hogy ez az urbánusabb magatartás, ez jobban elterjedjen itt Tatabányán. Kívánok ehhez a munkájához nagyon sok sikert, és a nézők nevében még egyszer gratulálok a kitüntető címéhez. Köszönöm szépen. Az elmúlt héten szovjet íróküldöttség járt a megyében, többek között ellátogattak Tatabányára is az Új Forrás szerkesztőségébe. Itt találkozott és beszélgetett Kakuk Tamás Viktor Rozovval, a világhírű szovjet drámaíróval. Milyen benyomásokat szerzett Magyarországon? Tegnap délután érkeztünk Magyarországra, csak arra volt időnk, hogy futó pillantást vessünk a dolgokra, és emlékeinket felidézzük. Korábban sokat jártam Magyarországon, bár az utóbbi 7 évben nem voltam, egyet tudtam csak megállapítani. Budapest és az ország szebb lett, és kellemesebb a környezet, ami körülvesz bennünket. Milyenek az első benyomások itt az Új Forrásnál? Az a véleményem, nagyon érdekes ez a folyóirat, és elsősorban azért, mert a helyi irodalom mellett a magyar irodalom egészét igyekszik átfogni. Rendkívül örvendetes volt az is, hogy a hazai irodalom mellett külföldi szerzőket is közölnek, többek között szovjet írókat. Tehát a lapnak van egy sajátságos profilja. Nekem úttörő jelentőségűnek tűnt, hogy az Új Forrásban jelenik meg először,
a dr. Zsivágó Pasternák nagyszerű regénye magyarul, és ez arról tanúskodik, hogy a folyóirat szerkesztői élesen, éberen figyelik a szovjet irodalom friss új jelenségeit, azt, ami most nálunk történik. Magyarországon is tapasztaljuk, látjuk, halljuk, olvassuk azokat a változásokat, amelyek ma a Szovjetunban lejátszanak, nyilván a irodalmi életben is. Mi személy szerint önnek erről a véleménye? Úgy veszem észre, hogy az átalakítás folyamata elsősorban a kultúra, a művészet, az irodalom területén játszódik le. Ennek érdekes jelensége, egy sor olyan alkotás kerül most kiadásra, ami eddig íróasztalban hevert, sőt, olyan szovjet szerzők műveit is kiadjuk, akik külföldön éltek, és valahogy kimaradtak a szovjet irodalom egészéből. Nagyon fontosnak és hasznosnak tartom ezt a törekvést, mert egy reális, minden irányzatot magába foglaló szovjet irodalom képe alakulhat ki. Maga az irodalom jelenkori fejlődésében óriási változásokat figyelhetünk meg. Én úgy érzem, most nehezebb írni. Többi írótársamnak is ez a véleménye. Ezt egy sportból vett hasonlattal jellemezném. Nehezebb dolga van egy magasugrónak, ha magasabbra emelik a lécet, márpedig ez a léc magasabbra van emelve, hiszen olyan írók művei jelentek meg, mint Platonov, Mandelstam, akiket korábban nem publikáltak. Ha hozzájuk mérjük magunkat, akkor nagyon nehéz a feladatunk. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy korábban klasszikusnak hitt értékek, pedig kisebbek lettek, nem olyan jelentősek. Például az aktuális, napi, publicisztikus hét szellemében megírt művek, amelyek nem mélyen fedezték fel a valóságot, elvesztették érvényességüket, azért is, mert most olyan sok kritikus, éles hangvételű anyag jelenik meg, amelyek között ezek régebbi szürkép alkotások nem állják meg a helyüket. Aki spekulált ezen, hogy a jelenkorról szépítve, lakkozva írjon, annak bizony nehezebb a dolga. Úgy érzem, hogy az igazából komoly jelentős írók most egy erőgyűjtés periódusában élnek, földolgozzák az új változások anyagát, valójában igazán jelentős művek csak ezután következnek. Felhívom nézőink szíves figyelmét, hogy még lehet jelentkezni a mai induló Pest súlycsökkentő tanfolyamra a Közművelődés házában. És még egy program a hétvégére. A Kisztatabánya Városi Bizottsága szombaton, október 31-én 18 órától hajnali 4 óráig születi bált rendez a Bányász Művelődési Otthonban, a Zsdánovban. A rendezvény során fellép a Simlisú, élőzenét biztosít Bence Lajos és együttese. A belépőjegyek ára vacsorával együtt 150 forint. Jegyek kaphatók a Kiszvárosi Bizottságánál, Tatabánya 5. kerület Felszabadulás tér 36. A hölgy pedig, akit itt a képernyőn látnak, Kondor Katalin. Melyik újságírói tulajdonságot tartja a legtöbbre? Kicsit váratlanul él a kérdés. Én mondjuk így első megközelítésben, hogyha gondolkozni tudtam volna rajta, akkor lehet, hogy mást mondanék, de minden esetre nagyon-nagyon fontosnak tartom a objektivitásra való törekvést. Nem mindig sikerül az embernek, de feltétlenül, hogy ne kötelezzem el magam egy mondjuk ismeretlen ügy ellen se és mellett se, amikor neki indulok. Szereti az erőszakos újságírók? Nem tudom ezt olyan nagyon kategórikusan megválaszolni, azért, mert szerintem, szóval én azokat az újságírókat szeretem, akikből érzem az egyéniséget. Na most, hogyha van egy, hadd mondjam, mert miért ne mondjam, egy ilyen Szilágyi János típusú riporter, akit nagyon sokan erőszakosnak tartanak, akkor én arra azt mondom, hogy egyrészt ilyen is kell,
Másrészt pedig, miután én érzem belőle, hogy olyan az ő civil egyénisége is, ezért az nekem nagyon tetszik, hogyha valaki megvalósítja magát a saját mikrofonjában, vagy a képernyő előtt, és akkor az emberek körülbelül olyanokat gondolnak róla, mint amilyen ő valójában is. És ez, különösen a tévében, ezt mondjuk a saját tapasztalatomból tudom, elég nehéz dolog, tehát ezt meg kell tanulni. Melyik az a kérdésem, mint az utóbbi egy évben a legtöbbször kapott ismerősöktől, meg ismeretlen emberektől? Hát ismerősöktől azt nem tudom, ismeretlenektől azt, hogy miért jöttem el a televízióból. És erre mit szokott válaszolni? Ha ezt így megkérdezik, akkor el szoktam mondani, hogy miért jöttem el. Akkor mondja el nekünk. Itt egy kicsit hosszú lenne, ha egy mondattal akarom a dolgot megválaszolni, hogy azaz, hogy azért jöttem el, mert a dolog a végén már egyáltalán nem olyan volt, mint amire én szerződtem. Nem hiányzik? Abban a formában, ami akkor volt, és amit én most látok, nem. A rádió kielégít? Én mindig is a rádiónál dolgoztam, tehát nagyon-nagyon sokan, és ez is a kérdés egyébként, hogy ha meghallanak a rádióban, hogy jaj, de jó, hogy sikerült elhelyezkednie, én soha nem jöttem el a rádióból, tehát ez azt jelenti, hogy amióta a rádióban dolgozom, ennek lassan már 15 éve, egy helyen is vagyok, és csak vendégszerepelni jártam a televízióba. Na most én dolgozni nagyon-nagyon szeretek, aki egy kicsit is ismer, azt tudja rólam. A rádió egy szerelem. A tévében a munka, azt csak szerettem. Dolgozni szerettem, az összes többi körítést azt nem szerettem. Mi a munkája a rádióban? Hát a rádióban én vezetem a gazdaságpolitikai rovatot, ez egy nagyon-nagyon összetett munka, sokat lehetne beszélni róla. Azt hiszem, hogy csak annyit mondok, hogy gazdaságpolitika, ez borzasztóan fölértékelődött az utóbbi években. Ezt például úgy tudom lemérni, hogyha elmegyek riportra, és elég sokat utazom a ország minden tájára, vagy amolyan közönség találkozókra menni, ha olyanon is megfordulok, akkor ami 4-5-6-7 évvel ezelőtt még nem volt tapasztalható, az ma úgy nyilvánul meg, hogy szinte egyrészt mindenki ért a gazdasághoz, úgy, mint a ma bizonyos labdarúgáshoz, másrészt pedig, hogy ha valami más területére terelődik a szó az életnek, akkor nagyon-nagyon hamar visszakanyarodnak a gazdasághoz és a belpolitikához, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Nem éreztették önnel, ne haragudjon ezért a kifejezésért. Amelyik nő szép, az nagyon gyanús, hogyha okos. Soha nem érezte? Én ittem most nagyon örülök, hogyha azt mondja, hogy tudom, elfogadhatónak tart külsőleg, de nem igazán. Nem érzi a presztízs veszteségnek, hogy nem szerepel a képernyőn? Ez a mai magyar struktúrában, tehát a újságírói struktúrában, úgy mondjam, feltétlenül presztízs veszteség természetes. Hát azt mindenki tudja, a szakmabéliek jobban, de a nézők is, hogyha valaki föltűnik a képernyőn és látszik két alkalommal, akkor a jobb arcmemóriájuk már megjegyzik, és egész egyszerűen ez egy olyan nagyon-nagyon vitatható dolgot kölcsönöz neki, amit nagyon sokan úgy szoktak fogalmazni, hogy népszerűség. Az én véleményem szerint ezt véletlenül nem lehet mondani, ez egész egyszerűen csak ismertség. Na most, amit esetleg elsöpörhet egy főnökváltás, ugye? Tökéletesen. De nekem erről az a véleményem, hogy az ismertség az még a világon semmit nem jelent. Itt a nézők szeretete se segít? Vagy a ragaszkodása? Ezen mit kell értsen? Teszem, azt a tévébe ezrével jönnek a levelek, hogy... Hát azt én nem tudom, hogy a tévébe mennek egyáltalán levelek. Én azt tudom, hogy hozzám személyesen jönnek. Egy szempontból esik jól. Abból a szempontból, és ezeket a leveleket én eltettem, hogy nagyon sokszor azt hiszem, hogy rém felületesen néznek az emberek televíziót és hallgatnak rádiót, amiben azt hiszem nagyon sok igazság is van. És akkor néha kiderül, és ezek a levelek esnek jól az embernek, hogy úgy figyeltek is arra, amit mondok. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy ezért teljesen ugye ismeretlenül, hogy ezért hiányzom, hát akkor az melyik embernek ne esne jól? Nincs visszaúg?
Nem hiszem. Most röviden idéznék az úttörőház kiadványából. Zengő ABC címmel folytatjuk az elmúlt évben elkezdett vetélkedőnket, pontosabban a játékunkat. Mert nem kell hozzá más, mint hogy aki részt kíván venni benne, szeressen olvasni, hallgasson zenét olykor-olykor, járjon el a képzőművészeti kiállításokra, érdeklődjön minden iránt, ami körülötte történik a világban. Ez pedig Tatabányán sem kizárt zorog, mert ha kell, a tévé is besegít a tájékozódásba. Örömmel köszöntelek benneteket a Zengő ABC szokásos találkozóin. Ebben az évben már másodszor vagyunk együtt. Örülök, hogy ismerős arcokat és új arcokat egyaránt látok itt a széksorokban. A ceruzák is kellő módon egyezettes. Ott vannak a papírlapok is, amelyek ehhez a játékhoz kellenek nekünk. Hát ebben a műsorban megszoktuk már, hogy irodalommal, zenével, tudománnyal, képzőművészettel, szavakkal, a magyar nyelv kínálta játékokkal játszunk, és ebben a játékban rendszerint nagyon jól érezzük magunkat. Ebben az évben egy kicsit változtatunk a megszokott dolgokon, mert minden esetben azok a gyerekek is kapnak feladatot, akik nincsenek itt közöttünk. Ezúttal a feladat a következő. Ugye most az F hanghoz, az F betűhöz kapcsolódó címszavakkal játszunk. Következő alkalommal a G jön, tehát Gárdonyi Géza az Egri csillagok című regényéből adom a feladatot. A feladat pedig a következő. Készítsetek rövid, képzeletbeli interjút írásban, a regény számotokra legrokonszenvesebb vagy legérdekesebb hősével, és ezt november 30-áig küldjétek be a Tatabányai Úttörő és Ifjúsági Házba Kati néninek. Megemlékezett megyénk művészeti hagyományairól, az elődökről, akiknek munkájából épülhet fel a jelen művészete. A galériának a vezetője. Mióta van ez a galéria itt a belvárosban, Budapesten? Ez 2 éve működik. Ez a galéria tulajdonképpen sorozati galéria, mondhatnám úgy, mert nagy sorozatokat indítunk, többek között a mai is az. Megpróbáltam én megírni ebbe az előszóba, hogy tulajdonképpen borzasztó dolog az, hogy vidéken élnek művészek, és ez a vidéki élés, a vidéki lét, ez egy bizonyos fok kitoloncolást jelent a nagy művészetnek, idézőjelben a nagy művészetnek a berkeiből. Ez nem csak hogy igazságtalan, de nincs is így. Valóban nagy mesterművek készülnek vidéken, és én ezt nagyon tudom, mert ugye 10 éve majdnem ott dolgoztam ebben a megyében, Komárom megyében, tehát nem véletlen, hogy ez a kiállítás most itt létrejött. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy visszahúz a szívem innen Budapesttől, és bár én budapesti vagyok, de hát ugye 10 év vidéki népművelői munka után az ember szeretettel gondol a megyére. Bizonyára tudják, hogy kiesett az NB1-ből a Bányász női kézilabda csapata. Pecke Ferenc azután érdeklődött, hogy vajon ki a felelős ezért a kudarcért, és hogyan tovább. Beszélgető partnereink Kis László, a klub elnöke, Mátyás Béla szakosztályelnök, Keckóni Sipos Anikó csapatkapitánya és Lengyel Gábor edző. Valahol ott kezdődött ez a dolog, mikor Sándor edző elment, utána Pánovics következett, majd utána ön.
és egy cikk a Népsportban, miszerint a játékosok, akik elhagyták a csapatot, azért mentek el, mert megromlott a viszony korábban az edzőkkel, köztük volt Jónás is, válogatott, aki eléggé húzóerőnek számított, tehát rossz a légkör. Ti hogy láttátok ezt bentől, csapattagok? Hát nem hiszem, hogy a légkör romlott meg. Nem, ezt én nem érzem. Ez az edzőváltás, az biztos, hogy közrejátszott, és az emberek ezért mentek el a csapatból, mert akkor nem, szerintem nem megfelelő szakembert választottak. A szakosztály vezetésnek tulajdonképpen visszamenőleg, ha megnézzük, soha nem volt a szándéka azt az edzőt szerződtetni, aki Laurencz László utódja volt. Ez kizárólag az akkori sportelnökség kényszerítette rá a szakosztályra. Mi eredetileg akkor is a jelenlévő Lengyel Gábort szándékoztunk edzőként szerződtetni. Bocsássunk meg, bizonyára sokan nem tudják, kiről van szó személy szerint. Nem óvajtom.